Erős szeretettel köszöntjük a kedves nézőket az Erős Emberek versenyén. Én Haddad Henrik vagyok, és itt van állandó szakértünk is, a 19-szeres országos bajnok, Kis Tibor. Hello, üdvözlöm a nézőket. A mai adásunkban két versenyről számolunk be, a Cezár téli Strongman Liga első két fordulója került képernyőre. Mutassuk be a helyszínt, hol is járunk. Az első forduló még 2020. december elején volt, egy láncos kotrókat forgalmazó cég telephelyén. Fontos tudni, hogy mindkét helyszínen a szükséges törvényi szabályokat betartva követték egymást a versenyszámok. És nézzük a kamionhúzást, ami az első versenyszám. És amúgy megjegyezném, hogy a mai napon a verseny bírája Dusnoki Imre, barátom, aki Arnold Classic győztes bothúzó, és szerény személyem, hát lássuk az első versenyzőt. Elsőként Munir Stefan, jól mondom a nevét? Igen, Munier Stefan egyébként. Munier Stefan. Francia édesap, az édesapja francia, édesanyja magyar, és egyébként Székesfehérvárról lakik. De azt látjuk, hogy a kamionhúzásban tréfát nem ismer. Nem, szereti nagyon. És igazából jól is megy neki. Tehát a testsúlya is megvan hozzá, meg a technikája is jó, be is ugrott. Igen, most itt a testsúlyt megemlítetted, ezzel kapcsolatban mit kell tudni a teherautó, az milyen súlya? Tehát ez egy 9 tonnás teherautó, ennél sokkal nagyobb súlyú autókat is szoktak húzni a srácok, de azért itt figyelembe kell venni, hogy tél van, ugye azért az időjárási viszonyok befolyásolják ezt, tehát nyáron azért itt 20 tonna körül itt, vagy még akár nagyobbat is szoktak húzni, ugye most a tél miatt van kisebb, látszik is a képeken, hogy azért egy ilyen speciális sziklamászó cipőbe húzzák a srácok, és annak elvileg nem szabadna csúszni, de a hideg aszfalton azért csúszik rendesen. Uh-huh. És mennyire hat egyébként a sportolókra az, hogy hűvös van? Tehát ez az izomzatnak, vagy a légzésnek? Hát a légzésnek nem annyira, az izomzatnak azért inkább jobban, tehát sokat jobban fel is vannak öltözve, lehet látni, hogy mindenki van pulóver, meg melegítő, és a bemelegítési idő sokkal hosszabb azért télen. És hogyha azt nézzük, akkor a teljesítmény is azért mínusz 5 fokban nem tudsz akkorát teljesíteni, mint mondjuk plusz 20-ba. Igen, és ez a 19 másodperces eredmény egyelőre most ez egy jónak számító eredmény. Lesz jobb? 19-25? Nem ő lesz a jobb akkor ezek szerint. Molnár Zsolt. Zsolt is szereti a kamionhúzást amúgy. Igen, itt látszik leginkább, hogy a súly, szóval nem egy kis pockit húznak ezt. Így van, és azért a testsúly számít a kamionhúzásnál, de ő már például 18 másodperc fölött volt picivel. Számít a testsúly, de nem minden a testsúly. Azért ennek van egy technikája, látszik, hogy minden srác máshogy dől be, máshogy kezdi el húzni. Most Vas István, akinek az egyik kedvenc versenyszáma ez, Pisti egyébként felföldi játékok versenyző inkább, de azért kirándulgató erős emberbe is, és egy 18 alá ment. Örül is neki. Örüljön neki, Pisti. Sebestyén János következik. Janiról mindenképpen el akarom mondani, hogy Jani valószínűleg világrekordot tart a második helyezésekből. Janinak gyakorlatilag voltak évei, ahol mindenféle verseny második lett, a magyar bajnokságtól kezdve a világbajnokságig minden 17-62-es eredménnyel ez nem is egy rossz. Köszönöm szépen. Jól érzem magam. Hát igen, sajnos műtét előtt vagyok a jobb vállamnál rotátorköpeny szakadásra. Várok egy műtétre, de igazából így a kamionhozás után nem szerepeltem rosszul, ugye sikerült hoznom az első helyet, hát remélem többé is azért egy középmezőnyben leszek, úgyhogy remélem dobogóra fel tudok állni. Sebi Jani után akkor nézzük a táblát. Sebestyén János 17-62-vel, Vas István, Munier Stefan, Molnár Zsolt, Juhász Péter, Vizi György és a többiek, hiszen már is következik az eszköztartás, ami miből is áll, Tibor? Igazából ez egy nagyon egyszerű feladat, fölállnak erre a láncos kotronak a lánctalpára, fölemelik ezt a nagyon könnyűnek látszó súlyt, ami egyébként 150 kg, de hát azért látszik a fejükön is, hogy nem könnyű, és igazából annyi a feladat, hogy tartani kell. 46-50 az első eredmény. Az óra onnantól indul, ahogy elmozdul a földtől, és ugye ott lesz vége, ahogy hozzáér a földhöz. Nézzük Franyó Robertnek meddig tart kézben tartani ezt az eszközt. Ugye azért ezt combból, válból és igazából fülből, mindenből tartani kell. És mennyire kell fejből? Ez a fejből is. Tehát azért azt nézed, hogy mondjuk egy percig
folyamatosan erőt fejtesz ki, és lassan megy ez az egy perc, tehát ez ilyenkor nagyon lassan megy. Főleg, ha a bíró bemondja 5 másodpercenként, és ez a 5 másodperc fél órának tűnik, ahol tartott kint. Papírforma szerint kinek kéne győzni ezt a számot? Hát igazából ezt így nem tudnám megtippelni, mert ha megnézed, az idők egyre jobban mennek föl, és azért itt gyakorlatilag a fogáserő számít, és itt majdnem minden srácnak jó fogásereje van. És a versenyzőnek ez gondolom ösztönzően hat, hogy látja az előtte lévő eredményeket. Így van, az erős emberek versenye alapjában úgy épül fel, hogy az első... Egy percen felül vagyunk. Hogy az első verseny szám az sorsolás alapján megy, és utána viszont az eredmény alapján megy. Tehát, hogyha jobb eredményed van, akkor hátrébb indulsz, így látod a vetétársaidat, nyilván annak a legjobb, aki elő van. Ez is egy perc fölött van. Egy perc azért az sok. Sok. Én megmondom őszintén, én nem szeretem ezt a versenyt. És ez, hogy ő megbillent? Az a saját kárára, ameddig nem ejtél, addig jó. Igazából egy picit elakadt a kanál a lánctalba, és azért billent meg. Ez egy perc, és egy nagyon pici. Igen. Vas István. Én azt mondanám, hogy most itt mindenki, aki egy perc fölött tartotta, az már jónak számít. Mindenkinek kell a pont. Így van. Egy perc fölött vagyunk. Igen, de ez 1 perc 90 volt, a másik 1 perc 91. Molnár Zsolt. Zsolti biztos, hogy jól fogja tartani, mert Zsoltnak nagyon jó a fogás ereje. De egyébként én vagyok a bíró, ott látom magamat, de nem emlékszem rá, hogy ez egy decemberi verseny. De Zsoltnak nagyon jó fogás ereje van. Jócskán föl, már 1 perc 10. Az arcán nem őszinte a mosoly. 1 perc 14.84, azért ez egy komoly eredmény. Az komoly, ha azt nézzük, hogy körülbelül 13 másodpercet vert az idáig. Sebestyén János, aki az előző számú. És egyébként Sebi Jani, az óriási cimborája és hatalmas vetélytársa Molnár Zsoltinak, ők sokat együtt versenyeztek sokszor, én is versenyeztem velük, és együtt is edzenek, és egymás vérét szívják. Jani szerintem azért vigyorog, már tuti valaki szívja a vérét. Ilyenkor egymást szokták cukkolni a versenyzők? Igen, és verseny közben? Igen, főleg, hogy a Janival mindig. És Ebi Jani arcán, hát... 1.17 átvett a vezetést. 1.17. Nem? Igen, az előzőnél az jobb eredmény volt. Jancsovics Tivadar. Tivadar, aki nem egy nehéz súlyú versenyző egyébként. Ami itt egyébként, számít egyébként? Hát ebben a számban nem hátrány. Mert azért a fogáserőnél nem számít, hogy... Mármint, hogy nem mindig a súly számít. Tehát egy sokkal szárazabb kézzel jobban tudja tartani, mint mondjuk akár egy ilyen bevizesedettebb, hát ezt majdnem el tudtam mondani, egy bevizesedettebb kézzel. Küzd. Egyértelműen igen. Látszik, hogy azért ez egy küzdelmes viadal. Igen, és ha megnézed, 12. azért óriásit küzdött, és pár másodpercre maradt el az élmezőnytől. Hát igen, de gondolom magához képest ez egy nagy eredmény. Igen, hát ez egyébként máshoz képest is az, mert szerintem ez ideig dobogós. Juhász Péter állt föl. Igen, Petit idáig nem láttuk, azt hiszem. És már mosolyog és kacsingat egy perc, 6 másodpercnél. Igen. Azért persze, mert a barátai cukkolják. Üdvözlő. Ez érdekes, egy ilyen küzdelemnél. Igen. Peti, ne unatkozz, tedd le. Én már bíztattam, hogy nyugodtan leteti. Lényegében ezt megnyert ezt a számot, ugye? Ezt meg. Talán tartószámban nem hoztam ki a maximumot. Ugyan nem volt veszélytelen, mert 4-en vagy 5-en jöttek még mögöttem, de úgy gondoltam, hogy mindenképpen szeretnék egy magas időt felállítani, de mindenképpen próbáltam arra törekedni, hogy ne lőjek-e minden puskaport, mert a hátamat éreztem ott gyengének, és a többi versenyszámon viszont fontos lesz, hogy beosszam a hátamat. És akkor nézzük az eredményt. Juhász Péter 92,32 másodperccel vezet, Sebestyén János, Molnár Zsolt és Jancsovics Tivadar követi őt. Jöjjön akkor a lengősúly cipelés. Így van. Lengősúly következik, 300 kilóval fognak szaladni a srácok. Franyó Róbert az első versenyző, és ugye itt fontos elmondani, hogy azért ez a lengősúly, hát leng, ahogyan a nevében is benne van. Oldalirányba is, előre is, de van egy szabály, ami nehezíti. Így van, tehát az a lényeg, hogy van egy adott távolság, amit a versenyzőnek teljesítenie kell, ugye ez időre megy, de van egy olyan szabály, hogyha háromszor leteszi,
akkor sajnos métert fogunk mérni. Ezzel, hogy kicsit gyorsabb is legyen a versenymenete, meg ne 10 percig szenvedjen szegény Ranyó Robi. 16,8 métert tett meg, és Martin pedig termetéhez képest... Vastag lábaihoz képest egész jól viszi a 300 kilót. Martin egyébként 95 kiló dobóatléta volt régen, most felföldi játékokba tevékenykedik, de ő erős gyerek. A lengősúlyt cipeli. Igen, Tivadar egyébként könnyű súlyba szokott versenyezni, ez itt az erős embereknek, ez mínusz 107,75. Igen, ő már másodpercre vitte. Vas István rugaszkodik neki, aki lényegében átfutott a pályán. Igen. Azt hiszem, hogy átvett a vezetést. Nem vette át? Gyors volt. Kocsis Kázmér. Ő nem tűnik olyan nagyon gyorsnak. És mégis gyors. 23,11. Igen, mert azért számít a fordulás, meg hogyha valaki valahol leteszi, akkor ott óriát. Nem Vízi Gyuri, az rettentő gyors. 18,31. Gyurinak nem ment gyorsabban sajnos. Igen. Gyuri szereti a számot. 17,22. Egyébként Stefán is szereti. Molnár Zsolt. Ugye látod, itt a fordulás is jó. Igen. Mert azért nagyon összetett. Tehát azért nem is szabad letenni, és... 14-16. 14, azért alakul ez. Úgy látszik, hogy neki is tetszik az eredmény. Igen. És szerintem Sebi vérét. Itt... Sebit megfenyegette mindenki, hogy 10 alá kell menni. Sebi Jani, aki megint csak ösztönzött, az eddig látott. Nagyon jó fordulás. Igen, sokat nem vesztegelt, és akkor nézzük az eredményt, 12,78. Még a bíró is fut. Alig bírta utolérni. Igen. De nem ment 10 alá. Kovács Ferenc. Iramoz van. A fordulás. Fordulás már lassabb. Egyen lassabb. És itt beakadt az alja. Vagyis az eleje. Bocsánat. Ami érintésnek számít. Így, nem, az nem számít, viszont az 15, idődet rontja. 15,57. És Juhász Péter. Aki előbb ugye megnyerte a számot. Nézzük, hogy halad. Tehát gyakorlatilag 12 alá kell mennie. Konkrétan fut. Igen. Fordulás is gyors. Hát ez úgy néz ki, hogy meg lesz. Nagyon nagy eredmény lesz. Motivált mindenképpen ez az idő. Igen, volt egy olyan segítség, amivel a legvégén tudtam jönni, és amikor vitték a többieken, azt gondoltam, hogy egy ilyen 14-15 között időt lehet jönni. Hát amikor láttam, hogy Zsolti jött egy ilyen 13 körülit, Sebi meg egy 12-t, akkor úgy voltam vele, hogy feltettek mindent egy lapra, aztán és így benne volt a rizikó, hogy hibázok, de szerencsés körülbelül 12 óra, úgyhogy talán kicsit tudtam feljebb jönni még Sebire. És akkor nézzük az eredménytáblát. Juhász Péter 11,50 másodperccel megnyerte ezt a számot. Sebestyén János, Molnár Zsolt és Kovács Ferenc követi őt, és nézzük az összesített táblát. Sebestyén János az első helyen 31 ponttal, Juhász Péter pedig a második helyre küzdötte fel magát 29 ponttal, őt követi Molnár Zsolt. Kerékforgatás következik. Így van. Ez egy rakodógépnek a kereke. A feladat egyszerű. A srácok odaállnak, és 6-szor átpördítik a kereket. És ugye, akinek a... vagy 5-ször, de lehet, hogy 4-ször, igen. Nem emlékszem rá. Fizikális. Ugye ez is időre megy, mint a lengős új, tehát hogyha mondjuk 6-szor átpörgeted... Egy ismétlés volt. Igen, úgy látom, hogy akkor ez azért egy komoly feladat a versenyzők komoly számára. Igen, mindenképpen komoly feladat, de azért itt is hozzátenném, hogy azért itt a tél jelző azért az befolyásolja. Tehát azért a kerék csúszik, hideg van. Viszont valakinek megy. Nekem például az egyik kedvenc versenyszámom volt régen, mondjuk még most is. És az előző versenyszámok mennyire vannak hatással egyébként erre a versenyszámra? Igazából az előző az lengős új volt, az mondjuk a lábat dolgoztatja meg, ez inkább már a derekat, de... Egy perc 23-mal. Most nyilván, ha megyünk előre felé, minél fáradtabbak lesznek a srácok. Semmi. Úgy ott látszott is, hogy vizes volt a kerék, tehát itt a súlyával nincsen gond a srácoknak. 0-9. Kocsis Kázmér következik. Tehát mondom, inkább itt az időjárás körülményei, ami még jobban megnehezítik ezt a feladatot. Igen, kicsit, mint a borúsabb is lenne az idő most már. Igen, egyébként egész nap ilyen idő volt, ez a kisütött a nap, aztán borúsabb lett. De látszik is, hogy a kerék vizes,
És azért ez megtrükközte a srácoknak ezt a feladatot. Hát harcos volt, na azért 45 másodpercen keresztül küzdeni. Kovács Ferenc. Egy mondjuk 350 kilós kerékkel. Azért ez finom tud lenni. Nem még sütőnap, látom, Vas Pisti napszemüveg van. 35? Nem rossz. Juhász Péter. Kicsit megigazítja az outfitet. Igen. És neki indul, nézzük, hogy neki hogy sikerül, mert a második helyről gondolom neki is az a cél, hogy az első helyre kerüljön. Így van, és ugye nagyon kevés a hátránya. Hát gyakorlatilag így kell átborítani. 6 másodperc a másodiknál. Könnyebb helyzetben van, mert sokan ugye nem is gurították végig, tehát eleve néhány versenyző ki is esett. Azért nincsen könnyebb helyzetben ebből, mert azok a versenyzőknél nem számítanak. 22-13. Tehát neki Sebi Jani, Molnár Zsolti számít itt például. Molnár Zsolt, nézzük, hogy ő milyen eredménnyel zárja. Lassabbnak tűnik így elsőre. Ott az első. De igazából megcsinálja. Ott a második. Hát igen, gondolom, ez is egy fontos szempont, hogy egyáltalán megcsinálja, és azon belül ugye az igen, idő. Ez úgy van, hogy 6 fordítás, de ha egyszer átfordítod, az már 1 pont. Ha egyszer se fordítod át, az 0. Hogyha 6-szor átfordítod, akkor onnantól idő van, ha csak 5-ször, az meg már csak darabszámra megy. Vas István. Pist is elforgatgatja ezt a kerekeket, de... Igen, és elindult a pálya széle felé a kerék. Kanyarodik picit. Ugye próbálják a srácok úgy megfogni, hogy a szárazabb részét, de hát ez nem mindig jön össze, és hogy kicsit arrébb fogja, akkor már lehet, hogy kanyarodik a kerék. Na nézzük, hogy ő hogy zárja az eredmény. Ez a versenyszám, ez alapból mindig a favoritom szokott lenni, ez jól szokott menni. Ugye a 320-as kerék az, azzal edzünk az edzéseken is. Én nagyon picivel ment volna gyorsabban, itt talán az volt a probléma, hogy nagyon porózus volt a felülete a guminak, és kicsit csúszott, tehát a magnézia egy idő után lekopott az embernek az ujjáról, de meg vagyok elégedve az eredményemmel. Nézzük a táblát. Juhász Péter nyerte ezt a számot 22,13 másodperccel, Vas István, Molnár Zsolt és Sebi Jani követi őt, és következzen a vegyes eszközpakolós szám. Így van. És ugye, ha azt megnézzük, akkor Juhász Peti rendesen ledolgozta a hátrányát, de Juhász és Sebi Jani között óriási csata van, tehát rengeteg számít mind a kettő srácnak, hogy itt most tulajdonképpen kivégez. Tibor, előre. Milyen eszközöket pakolnak egyébként? Itt egyébként gép alkatrészeket, ez mind rakodógép alkatrész, görgők, úgy látom, hogy kanál is van. Ezek nem könnyű eszközök, meg ezek a fogás szerintem, ezek szerintem ilyen 100-120 kilós tárgyak, ugye 3 darab van belőle, időre kell vinni, ez egy görgő egyébként. 29-97. De van ezeknek az eszközöknek fogása? Van, hát a de mondom, nem veszélytelen, hogy kezükbe fogjanak egy ilyen súlyt, és... Kemény gyerekek, ezek bírják. A lerakáskor? A lerakásnál arra figyelni kellett, hogy mivel nem akartuk tönkretenni és újra térkevezni ezt a parkolót, hogy rajta kellett maradnia ezen a rekordtán lapon. Ha nem maradt rajta, akkor nem állítottuk meg az órát. Igen, a kanál volt azt hiszem a legkönnyebb, de viszont az a legnagyobb méretű. Tehát látjuk is, hogyan furán fogják. A többinek viszonylag jó fogása van. Hát ennek a henger alakú bárminek. Görgő. Ez görgő. Egy lánctalp görgő. Lánctalp görgőt. Igen, mert egyébként én mert a kanálnak ugye a rakodógépeket is javítok, így azért ismerem őket. Igen, úgy néz ki, hogy ezeknek azért van némi fogása, de akkor ezek szerint a görgőnek is van. Igen, ott alá tudnak fogni. 29-78. És lényegében akkor ez, ha jól látom, akkor ez a oda-vissza pakolás. Így van, hogy ne kelljen pályát rendezni a segítőknek, így átviszi oda, a következő vissza, az a pálya ugyanaz igazából, egyenes, tehát nem kell az egyiknek hegynek felfelé vinni, a másik meg nem gurul le. Hozzák felé. Viszik ezeket a nehéz eszközöket, de pont ugyanoda viszik vissza, akkor nem csináltok volna semmit sem. Igen, Sebi Jani. Csak a pontok miatt. Aki most egyébként Juhász Péterrel, ugye ők vannak ketten nagyon versenyben. Igen, igen, nagyon-nagyon szoros, tehát itt Janinak iszonyatosan oda kell tennie magát, hogyha nyerni akar. Mert ugye még nyílt a verseny. Kovács Ferenc. Fer is azért oda teszi magát, azért ott van. Ott van a szeren. Ő erőemelő egyébként, erőemelő volt.
sokszoros erőemelő bajnok. A tempó az megvan. Jundó. Ebből akár egy jó eredmény is kijöhet. Igen. És megvan 22-81-el. Kapkodja a levegőt. Zárta ezt a számot. Molnár Zsolt. Zsolti szeret futkosni. Diszkréten lepakolja, majdnem a lábamra. Gyeri Zsolti, nagyon kell. Jó az ideje. Ugye marra sokat számít az, hogy mivel vissza kell futni, ezért nagyon-nagyon sokat számít, hogy fussál visszafelé. És 20-84. A bíró magyaráz. Szabályos volt. És Juhász Péter. És ugye Petének meg ezen múlik minden. Ő egészen máshogy fogta meg a kanalat egyébként. De jónak bizonyult. Jó, és visszafelé a tempója is jó. Ugye számít, hogy üresen is gyorsan kell visszamenni. Most hát már meg, rákapcsolt. Van fesztávolsága a léptének. Igen. És 18-65. Úgy érzem igazából, hogy tudtam azt teljesíteni, amit elvártam magamtól, mind az utolsó négy számban is. Az utolsó kettő számot viszont úgy voltam, hogy mindenképp meg kell nyernem, mert Jani még mindig ment előttem. Úgyhogy így szerencsére a gumiforgatást sikerült megnyernem, és ekkor így, hogy talán neki nem sikerült annyira jól ez a versenyszám, tudtam egy pontos előnyt kiépíteni, úgyhogy így várt az utolsó versenyszámot, utolsóként tudtam jönni, és tudtam, mi az az idő, amit teljesítenem kell a három tárgynak a pakolásánál. Én azt gondolom, hogy próbáltam összeszedetten és pontosan pakolni, nem éreztem most benne igazából hibát, úgyhogy összességében így elégedett vagyok az a versennyel. Utolsó két versenyszámnál igazából ugye utolsó előtti volt a gumiforgatás, ott egy kicsit elfogyott az erő, ugye nincs állóképesség, kevés az edzésmunka. A legutolsó szám ugye az meg szaladgálós volt, de úgy gondolom, hogy tudtam, kihoztam magamból, úgyhogy nagyon jó volt. Igazából én azt mondom, hogy így pihenő szezonban én úgy érzem, hogy elég jó. Ugye nem edzünk most olyan nagy súlyokkal, elég jó kis pörgős verseny volt, ugye itt ügyesség kellett, meg gyorsaság. Nem is az, hogy nagy súlyok voltak, de oda kellett figyelni. A Cezár téli Strongman Liga első fordulójának győztese Juhász Péter, második helyen Sebi Jani, harmadik helyen pedig Molnár Zsolt végzett. Az első fordulóval végeztünk, a reklám után pedig következik a második forduló polgárdiból. A Cezár téli Strongman Liga második fordulója következik, a B csoportból látunk egy rövid összefoglalót, a létszámra való tekintettel két csoport lett, nézzük akkor, hogy alakult a B csoport. Srácok most is kamionnal fognak kezdeni, mint az előző alkalomnál. Ugye itt már sokkal több versenyző volt, így két csoportot indítottunk, a B csoport az gyakorlatilag a másodosztály és az A csoport az első osztály. Ez a napon még rosszabb időnk volt, tehát igazi téli, ködös, látszik is a srácok, hogy kidiferál a versenyzők lába, tehát gyakorlatilag ugye a megindítással volt gond, mert azért hideg a térkő. Itt is egy ilyen 8,5-9 tonnás autót húztak, és ugye azért a hideggel küzdenek legfőképpen, mert az ilyenkor azért nem tapad úgy a cipő. Viszont mindenki megoldotta a feladatot szépen, és bejött a célba. A kamion húzásba vissza, eleve a súlyom adja azt a lehetőséget, hogy ebből ugye előnyt kovácsoljak. Az indítás volt ugye elég nehéz, és az első pár méteren tényleg taposni kellett. Ilyet most máskor általában beleszoktam kicsit így lendülni, most nem mertem, úgyhogy most szép lassan a test súlyból próbáltam ugye elindítani a kamiont, és azt gondolom ez a 30 másodperces eredmény az egész szép, tehát én ennél jobbat nem is vártam volna, örültem, hogy ezt sikerült teljesíteni, és ugye ezáltal behúzni az első versenyszámot. És akkor következzék a Viking nyomás. Így van, 130 kg a súly, a feladat az, hogy mindjárt. Tehát ez a feladat, tehát ott teljes kinyomás. Így van, teljesen ki kell nyújtva, vagyis teljesen nyújtva kell lenni a karnak, akkor hall egy sípszót, és az egy is működik. Azért küzdöttek vele a srácok. Hát ez egy elég nehéz kuka. Így van. Ez a világ egyik legnehezebb kukája 130 kilóval. Jó technika. Ugye lökni nem szabad, de ez az erőltetett nyomás, ami egy pici láb mozdulattal párosul, az ugye szabályosnak számít.
Ja, és nem, azt hiszem, hogy nem lehetett visszatenni a földre, tehát az volt a szabály, hogy nem lehetett visszatenni a földre. Tehát ha kiemeli vából, akkor nyomni kell a srácoknak. És nyomják is. 19-et nyomtam, és úgy érzem, hogy kinyomtam mindent magamból. A nyomószám erősségem lett, egy évet készültem különkép rönknyomó versenyre, és így tudtam felhozni a nyomásomat. Nézzük, hogy kerékforgatásban hogy remekelnek a versenyzők a B csoportban. Ez egy könnyebb kerék, viszont egy laposabb kerék, tehát látszik is, hogy le kell hajolni, és így a lapossága lett végül a nehézsége. És szintén ugye itt van az időjárás, tehát eléggé csúszott, de azért az ember neki megbirkózik. Jancsós Tivadar még szereti is. Még nagyjából a kerék az egy annyira klasszik strongman versenyszám, körülbelül mint a kőgolyó pakolás. És ilyenkor, amikor így megbillen a kerék, ugye akkor sok időt is veszítenek. Így van, azért arra figyelni kell, hogyha jól csapódik a földhöz, akkor már egyből le tud érte nyúlni, meg hát ugye időbe kell lehajolni érte. Van egy 18-20. Kukás lengősúly. Ez ugye az a lengősúly, csak kukákkal van felrögzítve, ami ugye jól megvan tömve súllyal. Igen, jól látom, akkor ez egy papír és egy műanyagos kuka. Így van, szelektíven. Szelektíven lettek kigyújtva a kukák. De így is győztek. Hát a lengősúlyban sikerült megszereznem az első helyet. Igazából a kedvenc számaim közé tartozik. Megmondom őszintén, az elvárt szintet hoztam ebbe a számba. És nézzük, hogy remekelnek a versenyzők a vegyes eszközpakolásban, ahol mi is a feladat, Tibor? Négy darab tárgyat kell felrakni egy teherautó platójára, egy sziklát, egy malomkövet, egy teherautókereket és egy kukát. Ugye nyilván nem egy üres kukát, hanem egy súllyal megtömött kukát. Időre. Igen, itt a fogás nem könnyű, ha jól látom. Nem, de azért látod, hogy megoldják a fiúk. Ugye itt volt, ez volt a legnehezebb talán a kuka, mert ugye felrakták a platóra a kukát, majd fel kellett állítani, és akkor állt meg az idő. Nézzük meg, Stefan nagyon örül neki. Főleg, hogy levegőt kapott. Talán Tivadar számban látszik a legjobban, hogy mi is a feladat. Így van. Dinamikus. Malom kő már fel is került. És megy tovább. Mai nap folyamán két versenyszámot sikerült nyerni, a gumiforgatást és a vegyes pakolást. Ezek a számok mindig is feküdtek, mert szeretem ezek a dinamikás, pörgős számokat. A vegyes pakolósban hordónál még azért maradt benne, mert nem sikerült egyből állítva feltenni a platóra, de összességében elégedett vagyok a helyezéssel. Összetett be így a második helyet. Szereztem meg egy ponttal elmaradva az első helyezettől. Sokszor volt olyan versenyszám, amiben jónak éreztem, vagy azt hittem, hogy jó leszek, de sajnos nem sikerült, így volt a kamionhúzás, és a lengő is, meg a kerékforgatás is tulajdonképpen, úgyhogy úgy voltam, hogy az utolsó versenyszámot mindenféleképpen meg kell nyernem, különben nincsen más esélyem arra, hogy megnyerjem a versenyt. Cezár Téli Liga második forduló B csoport Vas István győzelmével zárult, Jancsovics Tivadar és Locskai József követi őt. És jöjjön az A csoport ebben a rekkenő hidegben. A versenyzők már felkészültek, felsorakoztak, ha szabad így fogalmazni. És akkor nézzük az első versenyszámot, ami nem lehet más, mint a megszokott módon kamionhúzás. Így van, ahogy a B csoportnál is láthattuk, a feladat ugyanaz. Ugyanaz a kamion, ugyanaz a súly, ugyanaz a táv. Tálnár Zsolt rugaszkodik neki. Mintha nehezebben indulnál ez a kamion most. Így van, mert azért a pára lecsapódás a térkövön nem segíti a tapadást a cipőn. De azért beért, Kovács Ferenc hozkodik neki. Igen, így azért küzdenek a srácok, de látszik is, hogy minden második lépésnél megcsúsznak. Akkor Viktor. Például Viktoron nincs kamionhúzó cipő, és Sanyi se volt. Boros Adrián készül neki. És Boros Adriánon már van cipő is. Igen, ez sokat segít. Ahhoz, hogy célba is ér, és 39-34-jel. Adrián egyébként esőosztályi versenyző volt régebben is, csak néhány évet kihagyott, és most gyakorlatilag visszatért. Úgy tűnt, hogy nehezen indult, abból is látszik, hogy 57-28-al érkezett be. Makai Renátó. Áll most a kamion előtt, hogy elhúzza, és 41-63-mal végigzötte. Juhász Péter kacsintott bele a kamerába. Peti, nekem kacsingatsz? Láttak ám. Hatalmas önbizalommal feszült neki. Elég gyorsan megindult.
A kamionozást jónak értékelem, igazából évek óta próbálok rájönni, milyen a hiba, és gyakorlatilag most úgy tűnt, hogy a mai nappal megfejtettük ezt a dolgot, ez pedig nem más, mint egy kicsit túl kicsi cipő, ami eddig talán a hátrányom volt. Most egy 47-es cipővel húztam, úgyhogy gyakorlatilag lerogoztam azt a lemaradást, amit eddig mindig összeszedtem, úgyhogy most egy második helyre volt elég, úgyhogy ennek mindenképpen örültem. Sebi Jani készül elő a húzáshoz. Tibi, jól látom, hogy csak egyik oldalon? Tehát, hogy nem két oldalra húzta föl Jani így van, így van. Hámot, hanem csak... Jani kettőben. Olyan különlegesen húzó, hogy szinte, szóval azt hiszem, hogy ő húzza egyedül így, hogy az egyik oldalára rakja fel a hámot. Mindenki rendesen használja, ő rendetlenül. 31-72-vel. Neki beválik. Trencsányi Patrik. Trencsányi Patrik, aki egy viszonylag újonc versenyzőnek számít, mégis nagyon nagy tempóba indította meg ezt a kamiont, és nagyon jó időt volt. Odapirít rendesen a mezőnynek, és be is húzza a számot. 29-32. Viszonylag jól sikerült a kamion húzás, jobban, mint vártam, mert meg sikerült nyernem. Szeretem ezt a számot, már otthon nem nagyon szoktam gyakorolni, de örülök, hogy is sikerült. De még ennél jobb időt is húzhattam volna. A tábla szerint Trencsányi Patrik magabiztosan 28,32 másodperccel nyert, Juhász Péter és Sebi Jani követi őt, és következzék a viking nyomás. A feladat ugyanaz, a különbség annyi, hogy 30 kilót még rápakoltunk a srácoknak. Amint gondolom nagyon sokat számít egy ilyen versenyszámnál, 30 kiló többlet. Így van, így van. Ugye a B és A csoport között sokszor van erőkülönbség is, így nyilván az A csoportosoknak a súlyaik is nehezebbek. Dezső Martin egyébként, 5 ismétlés. Makai Renato próbálkozik. Viking nyomás. Hát ez 2 ismétlés lett belőle. Így van. Kovács Ferenc. Ő egyébként újonc. Kovács Feri meg nem. Kovács Feri szereti a nyomó számokat. Azért ez látszik is rajta. 8 ismétléssel. Majd Sebestyi János, örökös második helyezettünk. Silver bolyunk, 6 ismétlés. Idáig második. Trencsányi Patrik, aki szintén újoncnak számít. Nézzük, hogy viking nyomásban hogy remekel. 5 ismétlés, nem rossz az így. Boros Adrián. Boros Adriánnak viszonylag gyorsan megy. Nagyon gyorsan. Ugye 7-8 ismétlésnél jár, és ugye nem teheti le. Tehát ez a maximum válék lehet leengedni. Ha az alja leér a földre, akkor megáll az óra. 9 ismétlés. 9 ismétlés. Hát is vette a vezetést. Örül is neki láthatóan. Monár Zsolt állt oda a viking nyomáshoz. Akinek ez a szám erőssége? Hát Zsoltinak igazából minden az erőssége. Tehát ő egy olyan atléta, aki... Hát a 9 nyomás arról árulkodik, hogy... Azért mondtam, hogy tehát gyakorlatilag neki minden az erőssége. Tehát ő majdnem minden feladatban jó. Tehát kevés lukasz száma van. És ő Juhász Péter. Aki ugye zárja a sort ebben a versenyszámban. Elég jól neki indult. Így van. Lássuk, hova jut. Jól éreztem a második versenyszámot. Igazából a nyomószám az mindig egy ilyen mumus nekem. Ez talán az előző év vagy gyengeségem volt, ezt próbáltam fokozatosan felhozni. Úgyhogy talán ez most egy kicsit úgy tűnik, hogy valamilyen szinten sikerült. De nem igazán tudom, hogy én mikor nyertem utoljára, vagy mikor nyertem egyáltalán valaha nyomószámot kiemelt magyar versenyen, úgyhogy ennek most mindenképpen nagyon örülök. Ezt a számot végül Juhász Péter 15 ismétléssel vitte, Molnár Zsolt és Boros Adrián követi őt, és következik akkor a kerékforgatás. Így van, az előbb már megszokott kerekünk következik. 6-szor kell átfordítani időre, 3-szor az egyik irányba, majd 3-szor vissza. Ez mértani pontossággal ki lett számolva, hogy kiférjen. Egy picit nagyobbnak tűnik ez a kerék nekem, mint amit eddig láttunk. Optikai csalódás, ez ugyanaz a kerék.
Az első versenyen egy rakodógépkerék volt, ez pedig egy traktornak a kereke, de ugye a B kategóriánál már láttuk ezt a kereket, ez az a lapos. Igen, ebből a kameraszokban egyébként tényleg nagyobb tűnt, de az élőben a helyszínen ott voltam és láttam, hogy ugyanaz. Viszont a köd az határozottan nagyobb. Ezső Martin. Baszkodik neki. Ezső Martin is néhány éve versenyzik már. És rossz. 30-10. De elégedetlen. Nézzük Trencsányi Patrikot. Azt tud-e meglepetést okozni? Talán belassult egy picit a végére. 32. Egyre nem rossz. Ugye a kerékforgatásnál nagyon-nagyon-nagyon-nagyon fontos a dinamika, ami mondjuk Sebi Janinál pont megvan. Mikor még Janival versenyeztünk együtt sokat, akkor az volt a legrosszabb benne, hogy mind a ketten dinamikus versenyzők vagyunk, és így ezekben a számokban mindig egymás nyakán voltunk. Látszik is 26-52. Így van. Félig azért elmosolygott. Az a baj itt az időknél, hogy ahogy láttad, egyszer fog mellé vagy rossz helyre, az súlyos másodpercekbe kerül. Igen, amikor billeg a kerék, akkor az nem az igazi. Igen, vagy ha csak lecsúszik a kezed, egy pillanatra lecsúszik a kezed, vagy egyszer rossz helyre nyúlsz, az ott 2 másodperc, és itt látszik azért, hogy másodpercekre vannak egymástól. Peti például még meg is fogja a kereket alul, hogy egyből alá tudjon nyúlni. Mondjuk itt most hibázott. Meg ugye az is számít, hogy mikor fordul a kerékkel, akkor hogy egyből átfusson a túloldalra. De látod, ő lent tartja a kereket. Hát igen, azért a csúszós kerék. Nem ugyanaz, mint a nyáron 30 fokban a hőségtől szenvedve. 27-82-ben. Honnan Zsolt indul. Zsolti dinamikus, bár most elég kapkodósnak tűnik. De nagyon gyors. Gyorsan. Ha az eredménye jó lesz, akkor ezt gondolom másodlagos. Na nézzük. Gumiforgatást nyertem, aminek nagyon örülök. Bíztam benne, hogy jó leszek benne. Abban mindig is jó szoktam lenni. Most van egy kisebb sérülésem. Múltkori versenyen a bicepszem az elszakadt, és azóta szenvedek vele, most így elkötve, kicsit hátráltatott, de úgy érzem, hogy jó sikerült a forgatás. Próbáltam minél jobban forgatni, hogy ne pattogjon a gumi, ezzel tudtam nyerni másodperceket. És akkor a kerékforgatás Molnár Zsolt győzelmével 25-37 másodperc, Sebenyisény János, Juhász Péter és Boros Adrián követi őt. És nézzük az állást, az A csoportban Juhász Péter, Molnár Zsolt, Sebesnyi János és Boros Adrián az első 4 pozícióban, szoros. Szoros, és Trencsányi Patrik fél ponttal van Adriántól lemaradva az 5. helyen. Itt még akkor bármi történhet, ugye? Tehát jön egy lengősúly, és ha valaki jól szerepel, akkor... Így van, vagy ha valaki rosszul szerepel, tehát tegyük fel, hogy versenyen vannak 10, és ott mondjuk valamit hibázol és veszítesz 6 pontot, ahogy mondjuk a Jani az előző fordulóban veszített 5-öt, egy rossz helyezéssel, és ugye pár pont különbségek vannak, tehát az egész borulhat még gyakorlatilag a dobogon. Itt milyen súlyt cipelnek most? Itt azt hiszem, hogy 340 kilót. Makai Renátó. Küzd a 340 kilóval. Egy kicsit messzebbre jut, mint az eddigi versenyzők. 10 méter. 10 méter 90. 90. Igen, itt ugyanaz a szabály van, mint ahogy az előző 2 is láthattuk, tehát 3 a szabály, 3-szor leteszed, akkor onnantól kezdve már méter van, ugye nem az idő. Kovács Feri mindenképpen be akarja vinni. Igen, már 2, mintha elment volna a 3-ból, de sikerült. Nem is rossz, 23-4. Trencsányi Patrik okozott már meglepetést. Így van. Határozottan viszi. Igen, kevéssé libeg. Talán a így van, így van. Egy stabil srácnak tűnik egyébként ő. 30-15. Dezső Martin. Dezső Martin, aki egy könnyű súlyú erős ember versenyzőnek számít. Jól viszi. Fordulás jó volt. 17-42. 105 kilósan. Körülbelül 105 kiló. Még Boros Adrián is talán 115. Jól emlékszem. 12-85. Kimondott a jó. Igen, innentől Forma 1. És akkor most Juhász Petrinek fel van adva a lecke. 12 alatt kell beérnie.
Papírforma szerint még van esély rá. Kicsit lassú volt a fordulás, viszont a tempó itt meg. Sikerült. 11.75. Sikerült, 11.75. Molnár Zsolt. Még boríthat. Így van. Jó a rajt. Azért ugye ezt mondtam, hogy itt azért itt másodperc. A forduló szinte tök ugyanott, 6 másodpercnél tette le. Itt a vissza tempó számít. És 12.7. Viszont bejön kettő közé. Itt már keresztbeverések vannak pontba. Ez valamilyen készcsok volt? Ez ammónia. Tágítja az ereket. Lengős úcipel és fos most a szám. Hál' Istennek sikerült megnyernem. Hál' Istennek sikerült megfognom Juhász Petit és Molnár Zsoltit. Mindenképp szerettem volna ezt a számot megnyerni, ez most létrejött. Hát még van egy számunk, ugye a pakolós szám. Remélem, hogy az első három ebbe is beleszek, és akkor a dobogóra sikerül felállnom. És a lengősúly eredmény Sebestyén János 11,53 másodperccel nyert, Juhász Péter, Molnár Zsolt, Boros Adrián követi őt, és következik akkor a vegyes eszközpakolás. Azért itt a lengő végeredmény az elég formáj volt, tehát az első 3-4 ideje az nagyon-nagyon apró. De ez a vegyes eszközpakolásnál megint csak minden borulhat, nem? Hát így van. Például ezeknél. Például az a malomkő, ez most leborult. Így van, és ez ugye, ez rengeteg másodpercet veszítenek ezzel, ha valami leborul, és újra le kell érte hajolni. Tehát a felhelyezés, ugye a feladatnál még az is volt egy pici nehezítés, hogy a tárgy nem lóghatott le a platóról. Tehát akkor hallotta a sipot, mikor betolta rendesen a követ. Ha picit kilógott, akkor bejebb kellett neki nyomni, különben nem kapta meg. Így, ahogy most igazgatta. És ugye a végén föl kell állítani a kukát. Ugye mindenképpen előnyben van az, aki felrakja a kukát, és ott már a földről fel tudja állítani, mert amíg fel kell ugranod a platóra, az plusz idő. Dezső Martin dinamikus. Ez még akár egy jó eredmény is lehet, ha időben föl tudja állítani a kukát. 22-30. Ez egy jó eredmény volt. Kovács Feri. Látod, például a Feri hibázott már a malomkőnél, az ott legalább 2 másodperc volt, minimum. És ugye fel kellett mászni a platóra, és már 32. Tehát igen, közel 10 másodperc. Látszik is az arcán egyébként, hogy ezzel nem volt elégedett feci. Zsenyi Patrik. Patrik olyan komótosan, stabilan. 30-15-tel zárja. Ő viszont lentől rakta fel a kukát, viszont túl sokáig kellett nyomogatnia. Sebi Jani eredménye, hogy fog kinézni. Janinak most mindenképpen gyorsat kell mennie. És gyorsat is megy. 18-37. Első ember 20 alatt. Juhász Péter. És ugye innentől kezdve Petinek sincs választása, tehát hogyha ott már nem is a tempó múlik, tehát azon múlik, hogy ki hibázik és ki nem. Tehát hibázol, egyelőre azért stabilan feldobta a kereket. 16-30. És ennyi. Boros Adrián. Hopp, ez gyorsan ment. Igen, és ott van egy veszélyforrás is. Ha leesik a túloldalon, akkor át kell menned és vissza felraknod. Az a viszont rengeteg időt lehet veszíteni. Viszont most ő éppen rengeteg időt nyert vele. 16-55-tel volt. Tehát kockáztatott és bejött. Molnár Zsolt kezdte el a vegyes pakolást. És zárja le a versenyt. Mert ugye ez az utolsó versenyszám, utolsó versenyzője. Ez van most pillanat. Halljuk. Szerintem úgy összességében én úgy érzem, hogy nagyon jó sikerült. Igazából úgy csiszolni még van mit, de még itt van előttünk a szezon, ugye liga majd ezután indul, addig még nagyon sok idő van felkészülni, úgyhogy azon leszek, hogy ami most hibák voltak, azokat tudjam javítani, még jobb legyen. Úgy érzem, hogy nagyon jó szezont fogunk itt csinálni, nagyon jó versenyek vannak előre láthatólag, úgyhogy rajta leszünk azon, hogy színvonalas versenyeket tudjunk csinálni. Hát az éve sok versenyt sajnos nem tudok tervezni, mert van egy sérülésem, elméletileg 3 hét múlva lesz egy rotátorköpeny műtétem, aztán remélem minél hamarabb vissza tudok térni a versenybe. Többieknek szurkolok azért, ha nem is versenyzek, de azért ott leszek minden versenyen, most szeretnék ott lenni minden versenyen, úgyhogy amiben tudok, segítek a fiúknak, sok sikert nekik és a felkészülésben sok sikert kívánok. Elég hosszú
hosszú és tartalmas évnek nézünk szerintem elébe. Még ugye van a téli fordulóban van még kettő, illetve utána beindul a nyári Premium Liga, ami ha minden igaz, 7 fordulóból fog állni, úgyhogy egy nagyon sűrű és színvonalas versenyt fogunk szerintem, és évet fogunk szerintem csinálni, és gyakorlatilag a Cezár támogatásával én próbálok a lehető legtöbb nemzetközi versenyen is szerepelni, úgyhogy az is idénre a terv, hogy a lehető legtöbb olyan nemzetközi versenyen is meg tudjak mutatkozni. És Juhász Péter megnyerte a Cezár téli liga második fordulóját 46 ponttal, Molnár Zsolt és Sebestyén János követte őt 42 és 40 ponttal. Köszönjük a figyelmet! Ez volt a Cezár téli Strongman liga első két fordulója. Köszönjük a figyelmet! Találkozunk legközelebb! Viszlát!